kedves, ő a legjobb tanító, kire vágyhatunk. A tökéletes poni fiút kell megtalálnunk, ki igazán megdobogtatja a szívét. De ő túl fiatal és nagyon koros, ez a poni szörnyen megfázott. Ez a poni lökött, ő meg túl magas. Az biztos. És ő pont megfelelne, talán ő lesz a nyerő. A barátnője szerint is. Mit szóltok hozzá? Szerintem nagyon cifra. Ő nem rossz. Kivéve, hogy sáros. Túl alacsony, túl magas, túl tiszta. Túl büdi. Az ő baja, hogy nem szeret más, csak a zselét. Nem hiszem, hogy a szemünk téved. Úgy tűnik, a jó partinak lőttek. Az a gyanú, hogy most nálunk nincs jó partner. Hiába várunk, de nem adjuk fel a töményt. Tervezel valamit a szívek és paták ünnepén? Léci, 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 mond. Nem. Jól van, lányok, megtaláltuk őt, akitől repösni fog a tanárnőnk szíve. Álljunk csak meg, tisztázzunk valamit. Ti a bátyámról beszéltek?